A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Igen. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora. Az elmúlt hetekben és napokban is nagyon sok fontos gazdasági és szociális intézkedés is történt itt Székesfehérváron, reagálva az országos, nemzetközi és világpiaci folyamatokra. Stúdiónk vendége Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, és természetesen köszöntöm a nézőket is. Azt hiszem, hogy az elmúlt időszak egyik legnagyobb visszhangot kiváltó intézkedése a rezsicsökkentéssel kapcsolatos változások, illetve a katát is érinti ez a kérdéskör. A város polgármestereként reagált ezekre a változásokra, hiszen Székesfehérváron lehet már igénybe venni a rezsihez támogatást, de mi ennek a lényege, polgármester úr? Kicsit talán korábbra érdemes visszaugranunk, hiszen mindegy 10 évvel ezelőtt indította el a kormány, és nagy arányban finanszírozta az önkormányzatok mellett a rezsicsökkentést Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy több szolgáltatás vonatkozásában gyakorlatilag befagyasztotta az árakat 10 évvel ezelőtt, és hiába nőttek a költségek, nem csak az utóbbi időben, hanem ez alatt az egy évtized alatt, ez a díjakban, a lakosságban, magánszemélyek, családok vonatkozásában nem jelent meg. Mik voltak ezek a szolgáltatások? Az áram és a gáz, emellett a távhő, a melegvíz szolgáltatás, egyáltalán az ivóvíz, szennyvíz szolgáltatás, hulladék szállítás, és ezen közül most kiemelt kettőt az áram és a gáz vonatkozásában, és az a világpiacon elszabaduló energia árak következménye okán, amit már egyszer az állam sem tud csak és kizárólag maga finanszírozni, meghatározott egy átlagfogyasztás, és ez alatti rész az továbbra is rezsivédett a piaci árhoz képest jóval kedvezőbb díjért használható, mint közszolgáltatás, és az a fölötti rész tekintetében pedig egy piaci árhoz kapcsolódó ármegállapítást tett. Az utóbbi vonatkozásában érzékeljük azt, hogy várhatóan lesznek olyanok, ahol és akiknél ez szociális problémát fog okozni, és mi úgy érezzük, hogy egy erős város és egy erős közösség az attól erős, hogy segítsen azoknak, akik valamilyen őket nézve külső okokán nehéz helyzetbe kerültek, és bizonyára lesznek ilyenek, tehát nekik szeretnénk valamilyen segítséget nyújtani 3 területen. A tűzifa vásárlás egyszeri támogatás vonatkozásában, az áramnál egy kisebb összeggel és a gáznál egy nagyobb összeggel. Még dolgoznak a szakembereink a paramétereken, várhatóan a jövő hét folyamán be fogjuk tudni jelenteni, hogy milyen feltételekkel lehet ezt igénybe venni, tehát milyen rászorultsági adatoknak, elveknek kell valakinek megfelelni ahhoz, hogy kaphassa ezt a támogatást, hiszen ezt nem automatikusan és mindenki fogja kapni, hanem ez egy szociális támogatás lesz, nyilván kérelemmel induló eljárással, és meg fogjuk határozni, hogy milyen paraméterek megléte esetén nyújtunk támogatást, egyfőre első jövedelem és egyéb kérdésekben. A tűzifánál lesz egyfajta visszamenőleges hatája július közepére, hiszen azt vettük korábban észre, már azért meg kellett venni. Ezt meg kellett venni, és akkor indult el a tűzifa ára jelentős emelkedésének útján. Úgyhogy ott mindenképpen úgy gondolom, hogy ez egy korrekt időpont, amit figyelembe veszünk, és mondom, jövő héten valamikor bejelentjük a pontos adatokat, információkat, az eljárás módját is, és azt követő héten pedig lesz egy rendkívüli közgyűlés, oda fogom beterjeszteni ezt a helyi települési támogatási rendszert, és bízom benne, hogy a testület ezt elfogadja, és utána pedig elindítjuk ennek gyakorlatilag a végrehajtását, tehát azt követően lehet majd igényelni. Nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy a város, az önkormányzat nem rendelkezik adatokkal, ami alapján ma pontosan meg tudnánk mondani, hogy kinek a rezsije pontosan hogy fog alakulni az érintett személyi körben, és
azon belül hány olyan van, akinél problémát okoz ezeknek a számláknak a kifizetése. Ez gondolom menet közben biztos, változni. Hogy szükség lesz finom hangolásra, itt előre is megértést kérek, mert nekünk is majd közben érkeznek azok az adatok, azok az információk, azok a lakossági bejelentések, kérelmek, ami alapján majd látjuk a különböző helyzeteket. Úgy érzékeljük, hogy akik nehéz helyzetbe kerülhetnek, tehát ahol leginkább a városnak ez a segítsége be fog tudni lépni, és támogatást fogunk tudni biztosítani, azok az egyedülállóak, különösen az idősek, akik mondjuk régi családi házban élnek, laknak, ami ma már nem korszerű, sem a fűtési rendszer tekintetében, sem egyéb paraméterek vonatkozásában a ház az nem energiahatékony. 80-90 éves embertől talán már nem is elvárható az, hogy ő most hirtelen nagy házfelújításba kezdjen, vagy nincs is rá anyagi lehetősége. Tehát szerintem ez egy személyi kör, ahol valószínűleg segítségre lesznek rászorulva, és ebben szeretnénk mi egy rész segítséget adni. Másodszorban pedig a gyermekeket egyedül nevelő szülőknél látunk még egy ugyanilyen személyi kört. De lehetséges aztán, hogy más társadalmi jelenségekkel is találkozunk majd, akkor ezt értékelni fogjuk, és ha kell, akkor a támogatási formát bővítjük. Nem tudjuk ma ezért azt sem megmondani, hogy ez pontosan mekkora összeget fog jelenteni a város költségvetése részéről, de dolgozunk már azon is, hogy elkezdünk kereteket, tartalékokat képezni erre a települési támogatási rendszerre, hogy tudjuk finanszírozni. Első körben valószínűleg ezt február végéig fogjuk megtenni, azért február végéig, mert addigra fogadjuk el a 2023-as költségvetést, és akkor tudjuk eldönteni, de akkor már konkrét tapasztalatok alapján, hogy mit érdemes megváltoztatni, vagy mit érdemes folytatni ezen támogatási rendszerben, az mennyibe kerül, és azt milyen módon tudja a város. Akár megtakarításokkal, belső takarékossággal biztosítani, akár más módon, hogy milyen módozat lehet, arról is természetesen a testület fog dönteni. Nyilván, hogyha megszületnek majd ezek a döntések, én azt gondolom, hogy rengeteg kérdés fog zúdulni önökre. A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, vagy milyen felületeken fognak segítséget vagy tájékoztatást adni az érdeklődőknek? Az ügyfélszolgálat lesz erre kijelölve, de a döntés pillanatában pontosan el fogjuk azt is mondani, hogy hol várjuk a kérelmeket, hogy lehet benyújtani elektronikusan, adott esetben gyűjtőládákon keresztül. Azért van ennek már számos más területen bevett gyakorlata, mondjuk a 65 év fölöttiek egyszeri támogatása tekintetében, azért idén is több mint 16 ezeren igényelték már ezt a támogatást, tehát ők is már ismerik ennek a rendszerét, de szeretnénk minden több emberhez az információt eljuttatni magának a támogatásnak a tényéről, tehát egy helyi szolidaritás megnyilvánulásáról, és annak az eljárásnak a kereteiről, szabályairól is, amin keresztül lehet majd igényelni ezeket a támogatásokat. Dolgozunk egyébként más típusú segítségnyújtáson is, különböző technikai segítséget szeretnék nyújtani például abban, hogy az energiakorszerűsítésben tudjanak a családok előrelépni, legyenek azok különböző pályázatok, takarékos izzók és egyebek, úgyhogy erről is bízom benne, hogy augusztus második felében már konkrétumokat fogunk tudni mondani, és emellett pedig hát ugye asztalra került, és dolgozunk intézményeinkkel, cégeinkkel azon, hogy tud maga az önkormányzati világ takarékoskodni, hiszen nekünk is ki kell tudni valahogy fizetni ezeket az energia és fűtés számlákat, úgyhogy közben pedig működni tudjanak az intézményeink. Mi a prioritás? A prioritás az, hogy egyáltalán legyen gáz és legyen villamosáram. Ugye furcsa ez a mondat, de mégiscsak látszik, hogy ma már mindenki érti, hogy ez miért fontos. A második pedig, hogy amiért be tudjuk szerezni, akkor azt ki is tudjuk fizetni. És itt azért hagyd mondjak egy riasztó összeget, nem tudom más szóval jellemezni, de talán mégiscsak jól jellemzi ez az adat a jelenlegi világgazdaságot. Aztán mindenki döntse el, hogy szerintem milyennek az oka, és ott a világban ki hol, mekkora nyerészkedéssel ad ma el energiahordozót. De ez most egy zárójeles megjegyzés volt. Ez egy másik műsor lenne. Másik műsor lenne, bár azt mondom, ez is érdekes. A gázmennyiség, amennyi szükséges ahhoz, hogy a távhőszolgáltatást és a melegvízszolgáltatást Fehérváron több mint 21 ezer háztartásban biztosítani tudjuk egy adott gázévben, az az előző gázévben 5 milliárd forintba került. A Széphő most ezt 17 milliárd forintért tudta megvásárolni, tehát az 5 milliárd helyett 17 milliárd forintért. A mai árakon kellene ezt megvennünk, ezt másfél hónapról beszélünk, tehát másfél hónappal ezelőtt
csapta le az ajánlatot a Szép Hő, ma meghaladja a 30 milliárd forintot az a gázmennyiség, ami tavaly még 5 milliárd forint volt. Ugye ezt még én, mint szerény jogász is hatszoros emelkedésnek látom, ami hát brutális. Ezt nem tudjuk az állam segítsége és támogatása nélkül kezelni. Tehát én azért arra kérem a politikában mozgókat, hogy amikor kommunikálnak erről a kérdésről, akkor a teljes vertikumáról kommunikáljunk, mert itt könnyen lehet, hogy sok-sok-sok-sok 10 milliárd forint támogatást kap majd a kormánytól a város, és minden egyes ember, aki mondjuk távhős lakásban él és lakik. Fehérben és mellette ott van a hulladékszállítás kérdése, ott van a víziaknak a kérdése, ami egyébként ugyanúgy ebben a védett árrendszerben van jelenleg, és szerencsére az áramnál és a gáznál is a fogyasztás jelentős része továbbra is a védett áron történhet meg. Az a fölötti rész az, ahol ez a kérdés. Ezért nagyon fontos az energiahatékonyság, a mi általunk üzemeltetett intézmények, létesítmények tekintetében is. Ezen dolgozunk. Ugye van állami forrásból megvalósuló energiahatékonysági program, ami zajlik. Európai Uniós forrásból zajló beruházásaink is vannak, és ezt fogjuk kiegészíteni, ha kell, saját forrásokkal is. Egy felmérést már végeztetünk egyébként az EON-nal. Ugye Fehérváron az EON-é a hálózat, és az EON-nal van egy stratégiai megállapodásunk ennek keretében, és az EON számos önkormányzati intézményt, mondjuk óvodákat jelenleg felmér, annak érdekében, hogy megnézzük, hogy hova tudunk például napelemeket telepíteni, az mennyibe kerülne, és milyen finanszírozással lehetne ezt megoldani, ha kell, akkor banki finanszírozást is igénybe véve ehhez. Ez ugye azért egy közép vagy hosszabb távú megoldás. Jelenleg az egy fontos momentum, hogy ezeket a közszolgáltatásokat biztosító például Szép Hő cégek, a város az önkormányzat tulajdonában vannak, én azt gondolom. Én mellett sem mernék gondolni, hogyha ezt a helyzetet most úgy kéne átélnünk, hogy még mindig részben magántulajdonban van mondjuk a menedzsment jogokkal együtt a fűtőerő. Úgyhogy itt szerintem minden, ami egy állami céghez és egy önkormányzati céghez, tehát egyáltalán a közösségi tulajdonhoz kapcsolódik, az most biztonsági tényező. Ezek a költségek, gondolom, hogy a város, mint fenntartó, is szembesül folyamatosan ezekkel a költségekkel a cégeknél. Cégeknél, intézményeknél, létesítményeinknél, uszoda tavalyi 26 millió forinthoz képest 135 millió forint a villamosenergia, és folyamatosan emelkedik, és sorolhatnánk. Végeztünk már elővizsgálatokat, hoztunk előzetes döntéseket, bevezettünk különböző takarékossági intézkedéseket, és ezeket még folytatni kell, biztos, hogy erre szükség lesz, úgyhogy biztos, hogy hamarosan ilyeneket is be fogunk jelenteni, ezekről is a fehérváriakat tájékoztatni fogjuk. Én azt kérem mindenkitől, egy kicsit azt is figyeljük, hogy mi zajlik a világban. Éppen előző napoknak a híre, ha már az uszodát hoztam példának, hogy egy nagy német város, még egyszer egy német város, tehát egy nálunk sokkal gazdagabb ország, egy nagyvárosa, ahol 4 uszodát működtetnek, abból 3-at a város bezárt, mert nem tudja jelenleg üzemeltetni. A negyediket úgy üzemelteti, hogy nem fűti a vizet. Most ehhez képest nálunk most csak a karbantartás miatt nem működik pár hétig az uszoda, de egyébként utána újra fog nyitni. Tehát én az a kérésem mindenkihez, hogy ehhez kapcsolódóan is nyitott szemmel járjunk a világba, nézzük meg, hogy mi zajlik, ahhoz képest mi hol tartunk, és így próbáljuk a magyarországi intézkedéseket, vagy akár egyébként a fehérvári intézkedéseket vizsgálni. Amit biztos, hogy el kell tudnunk érni, hogy a távhő mögött a gázfüggőséget a következő 1-2-3 évtizedben csökkenteni tudjuk. Meglátjuk majd, hogy erre milyen lehetőségünk van. Fontos lenne az is, hogy emögött legyen egy politikai konszenzus, hiszen egy ekkora kérdéskörben a beruházások, a fejlesztések, a tervezéstől a megvalósításig, az bizony nem néhány hónapos munka, ciklusokon átívelő, tehát jó lenne, hogyha a helyi közélet ezekben a kérdésekben meg tudna állapodni. Egyébként ezen beruházások és fejlesztések tekintetében én úgy érzem, hogy partnerünk minden önkormányzati képviselő pártállástól függetlenül. Én bízom benne, hogy ezeket továbbra is támogatni fogják, és abban is bízom, hogy ezt a rezsivédelmi vészhelyzetben az embereket segítő programot is nagy arányban tudjuk
megszavazni, de hangsúlyozni szeretném, hogy nem csak a támogatást kell megszavazni, hanem ahhoz kapcsolódóan a források biztosítását is. Hiszen azt semmiből, mondjuk gondolom takarékossággal. Semmiből nem lehet kifizetni a számlákat, pénzből lehet kifizetni, ez az önkormányzatnál sincsen másként, és sajnos továbbra sincs pénz Verdénk a Városháza pincéjében, tehát a bevételeinkből és a kiadásainkból ott takarékoskodva tudjuk azokat a forrásokat megteremteni, amit eljuttatunk a rászoruló fehérvárjak segítségeként, nekik támogatásként. Gondolom, hogy az egyéb támogatás, ha már említette a támogatásokat, azért iskolakezdés is jön, ami megint csak egy megterhelő időszak. Gondolom, hogy a különböző szociális lehetőségekről továbbra is tájékozódhatnak a megfelelő szakirodánál. Ez pontosan így van, az önkormányzat és az ügyfélszolgálat is rendelkezésre áll. Az előző években az a pozitív fejlemény volt, és az a tapasztalatunk, hogy a meglévő kereteket gyakorlatilag egyik évben sem tudtuk kiadni, tehát nem volt szerencsére annyi jogszabály szerint rászoruló, amennyi támogatás rendelkezésre állt. Azért itt az alapítványokon keresztül nyilván itt tudtuk bővíteni magát ezt a személyi kört. Én most azt látom, hogy már idén is, vagy éppen jövőre biztos, hogy ezekre a szociális támogatásokra is szükség lesz. De aznak a hangsúlyozásával, hogy a legfontosabb támogatás továbbra is maga a munkahely. Mert az adja azt a stabilitást, az adja az egzisztenciát nem csak az egyénnek, hanem mögötte a családnak. Az a fenntartható városfejlődés. A támogatás az egy átmeneti időszakban tud egy családnak segítséget adni, szerintem dolgunk, hogy ezt a segítséget megadjuk, de a megoldás az, hogy ki a saját munkájából tudja azt a jövedelmet megszerezni, amiből a saját életét, családja életét, a kis előrelépést azt tudja és meg tudja oldani. Azért nehéz most ez a helyzet, mert az elmúlt években látszódtak már ezek az eredmények, aztán jött a pandémia, ami egy nagy kihívást jelentő időszak volt, mikor azt hittük, hogy azon legalább abban az értelemben túl vagyunk, hogy a korlátozások már csak ütemezetten, időszakosan is részben jelentenek kihívásokat, és arra aztán pedig jön egy szörnyűség, ami a háború itt a keleti szomszédunknál. Mi lenne a legfontosabb, és szerintem leginkább egyébként a háborúban szenvedő ukrán népnek lenne a legfontosabb, hogy minél hamarabb béke legyen Ukrajnába, és ehhez kapcsolódva lehessen akkor a szankciórendszert átgondolni, és egyáltalán az energetika tekintetében rövid, közép és hosszú távon tudni, hogy mifele megyünk előre. Mi ebben, mint város kispont vagyunk, ezeket a folyamatokat nyilván nem mi határozzuk meg, de a következményeket megpróbáljuk a lehető legjobban kezelni. Nyilván az is egy fontos pont, hogy azért a nagy beruházások jelenleg is zajlanak. Gazdasági szempontból is én azt gondolom, illetve a munkahely, hogyha már munkahelyről beszéltünk, akkor ez is nyilván munkát ad. Ez abszolút így van, amikor egy multicsarnok épül, amikor egy kórház épül, amikor iskolák épülnek, újulnak meg, a déli összekötő épül, akkor ez önmagában is sok-sok száz, vagy inkább több ezer munkahelyet jelent a városban, akár másfél-két-három éven keresztül is, amíg egy nagy beruházás elindul, és aztán megvalósul. Fontos, hogy ezek a fejlesztések továbbra is ütemezetten haladnak előre, és szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy küzdünk azért is, hogy az a bizonyos körforgalmi beruházás is megvalósuljon, hiszen arra pedig minden szempontból közlekedési, környezetvédelmi és közlekedés biztonsági szempontból is nagy szükségünk van. És nem csak Fehérvárnak, hanem egy régió egészének is. Ezért fordultam ugye levélben kormányzati szereplőkhöz, és hamarosan egyébként személyesen is tárgyalok többekkel közülük, környékbeli polgármesterekhez, ugyanúgy, mint távolabbi régióban dolgozó országgyűlési képviselőkhöz, városvezetőkhöz. Nagyon sok visszajelzést kaptam, ezek mindegyike kivétel nélkül pozitív és támogató. Én bízom benne, hogy ez is hozzájárul majd ahhoz, hogy megszülethessen az a döntés, hogy az Osan körforgalom bővítéséhez szükséges közbeszerzési eljárást el lehessen indítani. Tehát akkor elképzelhető, hogy nem kell teljesen ereszteni ezt az elképzelést? Én azt gondolom, hogy teljesen biztos, hogy nem kell elereszteni. Ugye a kormány nem azt a döntést hozta meg ezeknél, az el nem indult beruházásoknál, soha nem fog elindulni, hanem csak azt hozta meg, hogy a jelenlegi költségvetési helyzetben kivár és megnézi, hogy hogyan alakulnak a gazdasági folyamatok, és utána tudja eldönteni, hogy az egyes fejlesztések mikor tudnak elindulni. Tehát a kormány továbbra is támogatja ennek a körforgalomnak a bővítését, ami hangsúlyozni szeretném, nem egy körforgalom, hanem kettő, hiszen egyébként az Osan körforgalom mellett ott van a pont a bevásárlóközpont irányába a kis körforgalom, mind a kettőt érinti ez a bővítés. Tehát
hát bízom benne, hogy ez meg fog valósulni. De ugye a déli összekötő út épül, láthatjuk, hamarosan talán el tudjuk indítani a fizikai kivitelezésre tekintetében a Móri útnak a beruházását, multicsarnok épül, kórházfejlesztés az szerencsére ütemesen halad előre, de szerintem a kerékpárút hálózat bővítése és hozzá kapcsolódó útfelújítások azok a Kiskutnál, Zámújútnál, a Berénynél ugyanúgy látszanak, mint mondjuk adott esetben a Mátyás király körúton. Tehát szerintem azért látszik számos fejlesztés most is. A város iskola felújítások kezdődtek el, vagy mondjuk a Kodály iskola esetében ugye a bővítés, hát, tornaterem az hamarosan befejeződik. Minap én a vasúton parkoltam, és azért szemben már jól látszott. Hát jól látható az ideges parkoló, szeretnénk fedett biciklitárolót elhelyezni ott, illetve a belvárosban is. Tehát azért azt gondolom, hogy a fejlesztésekről nem kell lemondanunk, de azt tudomásul kell venni, hogy ebben a helyzetben, ahogy most szerintem egy család is, nem nagy beruházásban gondolkodik, hanem szeretne stabilitást, kivárni egy picit, mi történik a számlákkal, hogy tudja azt befizetni, nincs ez más, hogy egy város vagy egy állam életében sem. Azt látni kell, hogy a magyar államnak most már 2000 milliárd forintjába kerül az, amit még mindig támogatásként, rezsicsökkentésben odaad a családoknak, magánszemélyeknek, és ennek nagyon nagy részét az állami költségvetés, kisebb részét az önkormányzatok biztosítják. Ez nyilván egy nagyon nagy tehertétel a közösségnek. Most az a társadalom filozófia, hogy erre kell a hangsúlyt fektetni, de emellett a beruházások meg arra kellenek, hogy a gazdaság ne álljon le, hanem továbbra is egyfajta ütemes fejlődésről, növekedésről lehessen évről évre beszámolni. Nyilván a cégeket nehezen érinti, de azért a magánszemélyeknek meg továbbra is könnyebbség a benzinárstopp. Ez nagyon így van. Most az egyik testvérvárosunknál járt egy delegáció benne önkormányzati szakemberekkel is Finnországban, ahol már 1000 forint körül van literje a benzinnek. Azt mondták egyébként, hogy jelentősen érzékelhető volt a közlekedésen, mert nagyon-nagyon kevés volt az autók száma, akár Helsinkiben, akár pedig Kemiben. Nálunk azért nem egészen a fele ennek, ami azt hiszem, hogy mindig egy nagyon komoly és nagy eredmény, miközben azt is megértem, hogy aki pedig mondjuk céges autót használ, és mondjuk kisvállalkozóként teszi ezt, fuvarosként teszi ezt, a munkába járáshoz szüksége van az autóra, ott bizony az, hogy ez most már nem 480 forint, hanem annál jóval magasabb, biztos, hogy a terhek növekedését jelenti. Tehát itt pedig szerintem megértést kell tanúsítani. Ugyanúgy azokkal szemben is, akik a Kata esetében most egy rosszabb adózási formába is helyzetbe kerülnek. Bár azért tegyük hozzá, hogy furcsa, hogy azok állnak melléjük politikai támogatóként, akik eddig egyébként a Kata bevezetése ellen is tiltakoztak, és a Kata rendszerének, ugyanúgy, mint a rezsicsökkentés rendszerének a kivezetését úgymond ígérték. Tehát vannak furcsa játékok, mi abban vagyunk érdekeltek itt Fehérváron, hogy amit egy önkormányzat meg tud tenni segítségként, támogatásként, azt megadjuk. Erre fog ez a program is szolgálni, amit augusztusban elfogadunk, bevezetünk, és a tűzifa akcióval, támogatással fogjuk egyébként várhatóan elindítani. Pár nap türelmet kérek, és ennek a konkrétumait is bejelentjük. Nyilván nagyon fontos gazdasági dolgokról beszéltünk, de azért Székesfehérvár esetében mindig kiemelt dolog volt a közösség, a közösségnek az életéhez pedig már hozzátartozik az augusztusi hagyományos székesfehérvári királynapok programja. Ez idén sem lesz talán másképp. Jókedvel, mosolyjal fog megtelni a város, de hát nem csak a belváros, hanem mondjuk az Öreghegy is, az öreghegyi mulatságok tekintetében. Ugye hamarosan indul másfél hetes programsorozatként a királyi napok. Olyan lesz, amilyennek megszerettük, megszoktuk, amit a fehérváriak is szeretnek, és rengeteg magyar és külföldi turista is érkezik majd emiatt városunkba. Ugye ennek a történelmi fesztiválnak az egyik kimondott célja, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk, hogy ez egy történelmi város, Szent István városa, Aranybulla emléké van, tehát azt gondolom, hogy ez mind-mind fontos. De az is fontos, hogy bemutassuk egyrészt, hogy ez egy vidám, mosolygós, jókedvű város, ami tele van élettel, másodszorban pedig, hogy vannak olyan történelmi és kulturális értékeink, amire büszkék lehetünk, amit büszkén tudunk megmutatni, és ami egy olyan élményt fog tudni adni, bízom benne, rengeteg embernek, ami főleg ilyen nehezebb időkben szép élményt, emléket ad majd mindenki számára. Mit is mondhatnánk, mint hogy mindenkit nagy szeretettel hívunk a különböző eseményekre.
ugye most már különböző platformokon elérhető a részletes program, még az augusztus 20-ával kapcsolatban van néhány kérdőjel, én bízom benne, hogy ott is néhány újdonságot hamarosan be fogunk tudni jelenteni. Talán ami megint egy ilyen kiemelkedő része ennek az egész ünnepi forgatagnak, hogy a fogadalmi szentmisének a megújult székesegyházat ad otthont. Igen, teljesen megújult, most már nem csak külső megjelenésében, hanem belső tekintetben is a bazilika. Gyönyörű lett, úgyhogy én tényleg mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy nézze meg. Fantasztikus, szép a templom kívül, belül, fantasztikus műemlékekkel és művészeti alkotásokkal, és hát mégiscsak a lélekről szól, a hitről szól, ami pedig azt hiszem, hogy mindig minden időszakban, minden generációnak egy fontos kérdés, és fontos táplálék szellemi, lelki értelemben. Tudjuk, hogy ez így volt Szent István életében is, és az a keresztény kultúrkör, amire ő ezt az országot édesapjával, aztán utódaival együtt ráépítette, elindította, az államiság, amit létrehozott, ez itt van közöttünk. És mondom, ennek van gyönyörű épített környezeti eleme, a bazilika ilyen, úgyhogy örülök annak, hogy a fogadalmi szentmise keretében püspök úrék újra tudják szentelni és a nagy nyilvánosságnak átadni a bazilikát. Hogyha már a lélek szóba került, akkor ennek az ünnep sorozatnak, a történelmi fesztiválnak nagyon fontos üzenete talán az, hogy lelkekben felépülhet a katedrális. És talán sikerült is ebben az előző évtizedben ezt elérni, hogy legyen erre igény, megmutatkozzon az, hogy valamit a nemzeti emlékhelyhez kezdenünk kell. Az Árpád ház kicsi összefoglalásával és harmadik Andrásra való emlékezéssel tellik majd a mostani koronázási szertartásjáték Szikora Jánoséknak köszönhetően, és az államnak, kormányzatnak köszönhetően, hiszen komoly támogatást kapunk hozzá. Nem titok, hogy ez lesz az utolsó koronázási szertartásjáték a nemzeti emlékhelyen, ennek két oka van. Egyrészt, ahogy előbb beszéltünk róla, ami a cél volt, hogy egy kicsit lelkekben újjáépítsük, és az igényt erre gyakorlatilag elérjük, annak a növekedését az emberekben szerintem elértük. Másodszorban pedig ki kell mondani, hogy a város már saját forrásból nem tud egy ekkora fejlesztést megvalósítani, mint amit évről évre ott a színpad, nézőtér és a díszlet felépítése jelent, de én örülök annak, hogy szépen tudjuk búcsúztatni az elmúlt 10 évet, aztán majd meglátjuk, hogy hol és hogyan tovább, de most még augusztus 19, augusztus 20, augusztus 21-én ott várjuk szeretettel a koronázási szertartásjátékra kíváncsiakat, és tegyük hozzá, hogy az ott megváltott jegyek pedig egyébként a Szent István Király Múzeumban lehetőséget adnak arra, hogy megnézzük azt a csodálatos történelmi kiállítást, ami egyébként szintén történelmi időkbe repít bennünket vissza. A királyok és szentekre lassan már 38 ezeren voltak kíváncsiak, talán ez is mutatja azt, hogy érdemes ilyen nagyszabású programokat idehozni a városba. Igen, és dolgozunk azon, hogy a jövőben is legyenek ilyen nagy kiállítások, ha kell, akkor nagy hazai gyűjteményekkel, vagy éppen nemzetközi gyűjteményekkel együttműködve, de erre is térjünk majd pár hét múlva vissza. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A nézőknek azt tudom megígérni, hogy a jövő hét folyamán folyamatosan megszólaltatjuk majd a királyi napok szervezőit mindenféle oldalról, és hát jövő héten a köztérben is itt lesznek majd a résztvevők, hiszen tegnap velük együtt közösen egy nagyszabású sajtótájékoztatót tartottak. Mindenkit nagy szeretettel invitálunk a programokra, rendezvényekre, és mit is kívánhatnék? Jó hangulatot, vidámságot, mosolyt, jó beszélgetéseket, jó találkozásokat. Örüljünk a nyárnak, örüljünk, hogy együtt lehetünk az elmúlt 2 évben sokszor. Nagyon hiányoltuk, most itt a lehetőség, úgyhogy kérem, hogy éljünk ezzel, de egyúttal vigyázzunk is egymásra és magunkra. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek pedig felhívom a figyelmüket, hogy a jövő heti köztérben még több érdekességet elárulunk majd az augusztus 12-én induló programokról, és természetesen minden felületünkkel foglalkozunk majd a témával, élő közvetítésekkel jelentkezünk online is, és a Fehérvár televízióban is. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.